Határon túli múzeumok is képviseltették magukat a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége mai ünnepi közgyűlésén Lakiteleken. Az MVMS a legnagyobb szakmai érdekképviseleti szervezet, 63 helyett idén már közel 90 taggal rendelkezik. A szervezet a Magyar Vidéki Múzeológia társadalmi elismertségéért, a Vidéki Múzeum 5 szakmai korszerűsítéséért, megújításáért dolgozik. A szövetséget valamennyi megyei hatókörű városi múzeum mellett járási és városi múzeumok, gyűjtemények, valamint határon túli múzeumok alkotják. Ami összetartozik, az összenő, tehát hogy a határon túli magyar identitású és a magyar örökséget hordozó, őrző intézmények felé egy olyan nyitást kezdeményezünk, amelyben azt mondtuk, hogy aki Magyar Vidéki Múzeumnak tartja magát, annak itt a helye közöttünk. A szövetség minden évben új elnököt választ, így a különböző besorolású intézmények és az elnökök képzettségétől függően az egyes szakterületek képviselete demokratikusan biztosított minden ciklusban. A jelenlegi elnöknek, dr. Rosta Szabolcsnak a határon túli intézmények felvétele mellett elnöksége alatt egy másik fő programja is volt. A régészet, a régészeti törvénykezéssel kapcsolatos, illetve a feladatellátással kapcsolatos érdekvédelem. Én azt gondolom, hogy a magyar régészet jelen pillanatban jó állapotban van, a törvények normális kereteket biztosítanak, és ez valóban minden szereplő számára elfogadható. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének átfogó célja azonban, hogy a szakmai érdekképviselettel párhuzamosan kulturális szerepkörével elősegítse az identitás megőrzést minél szélesebb körben. A szövetség közgyűlésével bővebben foglalkozunk kiemelő című magazinunkban.